Tehát sziasztok, én Külhádi Csaba, ingatlan befektető vagyok, ugye ezt a három könyvet én írtam, mind a hármat. És ami a lényege ennek, hogy ugye kattints a milliókért az ingatlan piacon, tehát ez az előadásunknak a lényege, és úgy gondolom, hogy amennyiben ezt nem fogod megtenni, akkor az elkövetkezendő időben csak a halálátusádat fogod szépen lassan bívni, tehát agonizálni fogsz. Ugyanis, hogyha megfigyeled ezt az egész irányt, hogy merre felé megy minden, tehát hogy lezárnak embereket, nincsen emberi kontakt, nem engedik be szerelőt a házba, mert félnek, ugye félelmet az elég jobb elénk nevelték, vagy verték, és tulajdonképpen ez, tehát jó munkát végeztek, és ennek most meg is isszuk majd a levét. Azért beszélek én erről a dologról, mert én szerintem én az átlagot képviselem, tehát én még mindig képes voltam megtanulni, weblapot szerkeszteni és automatizálni, tehát a Grákikbox Győr meg is tudod nézni, tehát tudsz jegyet vásárolni a kickboxer edzésre, bérletet tudsz vásárolni, fel tudsz iratkozni hírlevélre, tehát én ezt magam meg tudtam csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez pontosan egy átlag vagyok, tehát nekiültem, megtanultam, megcsináltam, és neked sincsen más dolgod. Nyilván szeptember 19-én lesz egy előadásom, ahol a Válságban is ingatlant lesz a cím, ez pontosan erről van szó, hogy hogyan automatizálod le dolgokat, honnan, hová kell kattintanod, ami fontos, és utána mi a logikája az egésznek, milyen stratégiák mentén tudsz, ugye mondhatnám akár azt is, hogy újabb üzletet építeni, de legalábbis az ingatlan piacot is egy új szemüvegen keresztül nézni. Ez nagyon-nagyon fontos. És ugye mindenkinek az a vágya, talán még neked is, hogy automatizált jövedelemre tegyél szert. Könnyebben tud eladni az ingatlant, könnyebben tudjál bérbeadni ingatlant, és ráadásul ott, ahol nincs árverseny. Most ebben a kis előadásban ezt fogom nektek elmondani, hogy ezt hogyan fogod megcsinálni. Viszont esetleg írjatok, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy csak írjatok rá, mert nem látok most senkit ugye egy YouTube-on keresztül, mint az előadás, hogy hallotok-e egyáltalán engem, jó? Mert volt, hogy nem hallott senki, én meg csak szövegelek. Hogyha lehet, hogy írjátok meg, hogy csak az, hogy hallotok, nem hallotok, hogyha kérhetek ilyet, mert nagyon tovább lépnék, és akkor ne a semmire. Tehát azért halljuk egymást, legalábbis ti engem. Ja, oké, írod, hogy jó, köszönöm szépen, jó, ezt akartam, hogy akkor jó, hallotok, oké. Esetleg írjátok be nekem létsz, hogy melyik városból jöttetek, tehát hogy csak a várost írjátok nekem ide, hogy én ugye Győrbe vagyok, azt tudjátok, hanem akkor most igen. Tehát, hogy melyik városból vagytok, vagy vagytok-e külföldről is, a Tündit ismerem, hogy nyilván külföldről van. Kézdi Vásárhely, Pécs, ahol nagyszerű. Csak az, hogy honnan látlak benneket, Pápa, Debrecen, Budaörs. Jó, mert van egy ilyen tervem egyébként, hogy van egy előadásom, Salzburg, Győr és Salzburg, na az. És most hol vagy Ákos akkor, hogy Győr vagy Salzburgban. Na jó, félretéve viccet azért kezdtem. Jó, köszönöm szépen, hogy megírtátok. Kaptok egy kis helyzetelemzést most, jó? Ez az én véleményem, de én úgy gondolom, hogy szerintem nem csak vélemény, hanem szerintem eléggé korrekt infókon is alapul. Hát az informátáimat nem mindig fogom felfedni, de viszont valamelyik még annyira meleg, hogy nem illik felfedni, inkább így mondom neked. Ugye a válság, az miről szól, vegyük alapul a 2008-at, azért indítok ilyen messziről, mert a 2008 az tulajdonképpen 2006. Jó, tehát ahogy Kiyosaki is jósolta, és egyébként a jelek eléggé egyértelműen mutatkoztak arra, hogy ez tulajdonképpen ez a 2008, ez 2006, viszont mit csináltak? Hazudoztak, eltitkolták, elfedték, jó, a válságot. Most szerintem ugyanez a helyzet, méghozzá, azért gondolom ezt, mert ugye tavaly év vége felé már Németországban ezrével bocsátották el az embereket ugye az autóiparból. Ez remélem, hogy nem titok, ezek teljesen korrekt infók, utána nézhetsz, valóban így volt. És aztán jött a koronaválság. Ugye nyilván ezt nem lehet elmondani, hogy már tehát tudtak róla, hogy tavaly már novemberben megjelent a koronaválság itt Magyarországon is, csak nyilván még ezt is elfedték természetesen. Ezzel még nem is lenne olyan nagy baj, csak a koronaválság, én szerintem a koronavírus a válság elfedésére
szolgál, hogyha mondhatok ilyet. Lehet, hogy nem értesz vele egyet, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ugye megint, mint a bűvészek, hogy ezt a kezemet figyeljétek, ez a vírus, ezzel pedig csalok, tehát elfedem a válságot, ráfogom valamire, minden másra rá tudom fogni, csak arra nem, aki valóban okozza. És tehát a lényeg én szerintem egyébként ezzel lesz, hogy ez megint csak az elfetés. Nyilván, hogyha felteszed a kérdést, hogy van-e koronavírus, igen, van koronavírus. Igaz, hogy kevesebb, mint influenza, most jön az influenza járvány, tehát most hogy ne soroljam ezeket a dolgokat. Szerintem ti is tudjátok, hogy azért tették ide a csúcsot, mert október körül kezdődik az influenza járvány. Nem tudják majd megkülönböztetni egyiket a másiktól, tehát hogy nem lesz egy túl szép dolog. De hát ez van, úgyhogy a koronavírus semmi más, mint a válságnak az elfedése, és viszont, hogy a koronavírussal elég jól belenevelték tehát az emberekbe a félelmet, tehát a saját anyám, aki ki sem megy a lakásból, fél a koronavírustól, hogy elkapja, azt nem tudom kitől, de mindegy, tehát ő, tehát nagyon jó munkát végeztek, viszont ugye ez egy picit újszerű dolog lesz, és a piac is új irányba fog menni nagyon-nagyon sok ember számára, és ezért gondolom azt, hogy igenis ki kell növesztened magadból egy digitális lábat, mert ha nem teszed, akkor én úgy gondolom, hogy halott vagy. És én azt szoktam mondani, hogy minden egyes vállalkozásra, hogyha utána nézel, minden egyes vállalkozásra, szakmára ki lehet, van konkrét rendszer, ami ki van fejlesztve, például előfizetéses rendszer. A fodrásztól kezdve az ácsig, tök mindegy, előfizetéses rendszerre vannak modellek és minták, találsz az interneten. Egy-kettőre rákeresztem, valóban van olyan szakmákra, amire nem is gondolná az ember, lehet az akár fogorvostól kezdve fodrász. Okay? Tehát én ismerek is ilyen fodrászt egész konkrétan, hogy fodrásznak is van előfizetéses rendszere. Tehát folyamatosan áramlik hozzá pénzt, természetesen neten keresztül. Oké, az, hogy ki hogy mit csinál, szerintem nézd meg a saját mi a fenédre, tehát szakmádra, mert nem kell neked most 650 szakmára megnézni, a sajátodra tudsz nézni, lehet, hogy nem magyar nyelvű, de vannak leírások, most itt a Google fordító, én szerintem elég jól, hát le lehet ezeket most már fordítani, én is le tudom fordítani, eljátitek, hogy nem beszélek ilyen szinten angolul, sőt semmilyen szinten, és mégis el tudom ezeket olvasni, tudok tájékozódni. Jó? És amit például a válság jeleit, hogyha nézed, most is egy elég erőteljes szűkülés van, én szerintem. Most nem mondok, sajnos nem mondhatok még cégneveket, de olyan cégek mennek ki Győrből, tehát én most győri vagyok, tudjátok, akik meg 25 plusz éve itt vannak, és kimegy, elhagyja Magyarországot. Ha csak azt nézed, hogy az Audi mondjuk lecsökkentette a törzstőkét 6 milliárddal, jó? Tehát vonják ki a kest. Oké, okay, tehát én csak ezt akarom neked megvilágítani, és ezt nem a koronavírus miatt teszik. Az is lehet egy indok, hogy most hogy dolgozik, hogy nem dolgozik, home office-ba dolgozik, mondjuk az EON-nál, így Győrben most már ugye váltogatják az irodába, hogy az egyik fele home office-ba van, a másik ott utána cserélnek, tehát valamilyen megoldással nyilván reagálnak ezek a cégek. De viszont az, hogy törzstőkét vonnak ki, ugye kell, akár szabaddá teszik a forrásokat, stb. Ezt én úgy gondolom, hogy azért legyen egy figyelmeztető jel, hogy csak azt, aki cégben jártas cégépítésben, az tudja, hogy amikor én törzstőkét akarok változtatni, az főleg kivonni, az általában az legalább egy év átfutása van, ha nem több. Jó? Tehát ez nem olyan, hogy kitalálom, na én akkor holnaptól, az én 5 millió forintos KFT-m az 3 millióra visszacsökkentem, tehát ennek van egy átmenete, ami nem olyan rövid. Oké? Okay? Tehát ezt nem most kezdték el, nyilván ők ezt előbb érezték, ezt a szűkülést. Ez nekünk azért kell tudni, mert Magyarország azért eléggé kiszolgáltatott, úgymond a nehéz gépgyártás vagy autóipar, bárminek mondhatjuk. És ugye nyilván az ingatlan piac miatt ezeket azért figyelni érdemes, nyilván figyelel a politikusok, amikor milyen törvényt találnak ki, attól függ, milyen lábbal kelnek fel, de viszont a gazdasági folyamatokat is igenis nézd, mert abból azért lehet látni, például ami most is, hogy sokkal nehezebb eladni ingatlant, sokkal nehezebb bérbe adni ingatlant, ugye pontosan ezekről lesz szó, hogy hogy csinált, illetve szeptember 19-i előadásom, ugye ez 6 órás előadás lesz, ez pont erről szó, hogy ez hogy épített fel, hogy ne lemaradj, mert ha most megnézed, és én most nézem a hirdetéseket, mert én magam is ki akarom adni az egyik ingatlanom bérbe,
hogy tulajdonképpen elkezdtek az árral versenyezni az emberek, akkor árral akkor versenyzel, amikor tudatlan vagy, ezt én is csináltam a vállalkozásom kezdetén, tudatlan voltam, úgy gondoltam, hogy minél olcsóbb vagyok, annál jobb, be tudok törni a piacra, ez egyébként meg is történt, hát viszont aki az ár miatt döntött, akkor én mellettem, az ár miatt váltott aztán le, mert egy ideig el tudsz karistolni az infláció meg egyéb dolgokkal, de azt mondja, van a piacon olcsóbb, keresek mást, ez ilyenkor is így van. És ami szerintem az ingatlan piacon most jelenleg életveszélyes, hogy a kauciót is elkezdték lecsökkenteni. Tehát egy dolog, hogy az árral elkezdesz versenyezni, mert a te dolgod, kevesebből is el vagy biztos, tehát visszaveszed az igényeidet, teljesen mindegy, viszont ami életveszélyes, hogy a kauciót is elkezdik lecsökkenteni, és ha belegondolsz, ugye én tudjátok, úgy adom ki az ingatlan, amiért bérbe, hogy teljesen üresen ki van festve, a bérlő mielőtt kimegy, kifest, egyébként ez most is így megtörtént, szépen megcsináltak, elhagyta, tehát én nekem csak ki kell adni, és a következő bérlő is kifest. Viszont mi van, ha azt mondja, hogy figyelj, vondd le a kauciódból, és akkor nem akarok festeni, mondhatná ezt is, viszont nem tudod. Igen, most amit írtál, Ákos, igen, én is ezt látom, hogy egy-másfél hónap van, én 2 hónapot kérek akkor is, vagy inkább 3-at. Én jó családi házaim vannak, könnyen vagyok, mert lezárom, és múlva forintból elkaristol, tehát hogy az se olyan nagy probléma. De ettől függetlenül ez életveszély, ugyanis most már, hát ha te magad fested ki, akkor oké, viszont ha nem te saját magad fested ki az ingatlant, hanem festőt kell hívnod. Én hívtam ezelőtt 2 évvel talán, tehát egy panel lakást festettem ki, az 63 négyzetméteres volt, 180 ezer forintot kért akkor a festőt, a festő. Jó, tehát ezt szeretném nektek megvilágítani, lecsúszott a szépen, megvilágítani, hogy igenis, a kaucióból ne csökkents, mert életveszélyes, és ugye másik oldalon, amikor lecsökkented a bérleti díjat, hogy pont azt a közönséget kezded el bevonzani, akinek amúgy sincs pénze, és nehezebben, vagy egyre nehezebben fizeti ki neked a bérleti díjat, és csak higgyél nekem, én ezeket megéltem, csak idő kérdése, hogy ő mikor fog nem fizetni. Tehát nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, csak az, hogy mikor. Lehet, hogy eljött, hogy 1/2 évig, 2 évig, most hagyjuk a csalókat, akik járnak 3 havonta körbe, nyilván, ugye én ezekkel, ezt ütöm ki egyébként a kaucióval, hogy járnak körbe-körbe, hanem ő eleve olyan az anyagi helyzete, amúgy is nehezebben él, nehezebben talál munkát, és esetleg nem fog tudni neked fizetni. Tehát úgy gondolom, hogy ha elfogadsz tőlem, egy ne ebbe versenyez, ha akarsz egyébként, csináld azt, hogy versenyzel, mert a 120 ezeret lecsökkentett 90 ezerre, a te dolgod egészségedre, viszont a kauciót ne csökkentsed le, mert ha bármi történik, károkozás, bármi, és most maradjunk abban, hogy vétlen, jó? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő direkt akar valami rosszat neked, de abban a percben te már bele kell, hogy nyúlj a zsebedbe, és amúgy is lecsökkentetted például a bérleti díjat, akkor igazából kicsit nehezebb lesz belenyúlni a zsebedbe ilyenkor, mert ugye eleve profitod is már kevesebb, kinyújtod a megtérülési időt. Tényleg igazából némelyiknek talán, hogyha nincs meg a tudása, akkor ezzel kezd versenyezni, ne a kaucióval versenyezzen, mert mondom, a bérek, nézzék körül, milyen drága egy szakember, már nem tudod fedezni. Jó, és most maradjunk a vétlen károkozás mellett, vagy az, hogy te nem azt a szisztémát csinálod, amit én, hanem azt, hogy neki nem kell kifesteni, ő kimegy, átadja a kulcsot, és szép és jó, és akkor elváltok egymástól, és neked kell kifesteni. Onnantól már, hát bele kell nyúlni most már zsebedbe, és csak egy festésről beszélek, most semmi villanyszerelés, meg egy csomó ilyen apró javítás nincs. Na, az a lényeg ennek az egésznek, amit mondani akarok, hogy igenis listát kell építeni, ezt még a klub tagjaim sem mindenki tudja elfogadni, pedig ha hiszed, ha nem így van, hogy most gondolj bele arra, én találkoztam, mikor árultam néhány ingatlant, olyan ingatlan közvetítővel, akik kijött, megnézte az ingatlant, és kapásba elővette a telefonját, és már telefonált is, hogy hoppá, hoppá, akkor van egy olyan ingatlan, ami téged érdekelhet, mert nagy a telek, lehet, hogy te társasházat tudnál ide építeni, stb. Gyere, nézd meg, oké? Ennyit számít a lista, és sokkal nagyobb értéke van most, mint eddig, és különösen azért is, mert nem kell versenyezned az árral. Tehát lesz egy olyan közösség, aki ezt tudsz fordulni, és igazából
fordulni tudsz hozzá, tehát ők konkrétan vásárolhatnak is tőled. Erre egy listára nyilván szeptember 19-én erről lesz szó, hogy hogyan építsed fel ezt a listát, mert ez neked egy aranybánya lehet. Ugye én el szoktam mondani a videókban, 25-30 éves csináltam cégeket, én akkor telefonkönyvből építettem fel a listám. Ezek a cégek, bár én már régen kiszálltam belőle, de még mindig működik, és azt a listát használják. Ők viszont papíralapon, tehát feladják levélben, teljesen lényegtelen, de azt a listát használják, amit akkor én csináltam. Hát nem biztos, hogy aktuális minden, de viszont használják, és ez a cég él, és működik. És én úgy gondolom, hogyha te egy tétezik, hogy ingatlannal akarsz foglalkozni, mert most ott tartasz, hogy bérbe akarod adni, vagy néha adod veszed az ingatlanokat, mert őkét akarsz növelni, akkor gondolod, hogy nem fontos az, hogy te felépíts egy komolyabb listát? Csak gondolj bele. De bizony, fontos. Ugyanis sokkal ugye ilyenkor, mikor válság van, akkor ezek az idők kitolódnak, tehát nehezebben adom bérbe az ingatlant, sokkal tovább tart eladni egy ingatlant. Amikor pörgött a piac, egy-három hónapon belül az összes ingatlant eladta, aki akarta, most viszont kitolódik ki a 6-8 hónapra, akár most még hosszabb időre, mert ugye az emberek most találkozhatunk, nem találkozhatunk, ugye van egy csomó kérdőjel. Jó, röviden felvázolom nektek, hogy ezt a listaépítésnek milyen fokozatai vannak. Hát egyik, amit te irányítasz, azt a forgalmat, a másik, amit nem te irányítasz, a harmadik pedig a saját forgalmat. Hamar végigveszem, és ez a savaborsa ennek az egész kis előadásnak, hogy én szeretnélek benneteket egy picit rádöbbenteni arra, hogy ami eddig ment és eddig működött, ott változás szükséges, és ezt a változást hát neked kell meglépni. Hát a forgalom, amit te irányítasz, az roppant egyszerű, ugye van honlapod, landing page-et, tehát értekeztető oldalad, ott fogod magad szépen egy pop-up ablakkal is, gyűjtöd a feliratkozókat, hírleveleket csinálsz, kampányokat csinálsz, tehát valamilyen szinten behozod oda az embereket. Ugye kétféleképpen tudod behozni őket, az egyik a SEO-val, tehát a kereső optimalizálás, tehát ha megfelelő kulcsszavakat beütöd, akkor esetleg kidob téged, illetve azok az emberek, akik téged keresnek, szintén téged dob ki nekik, viszont ezt csak mondom nektek nagyon halk, hogy mindenki el van foglalva a SEO-val, hogy hú, be van SEO-zva a honlapon, meg a landingem, ugye azért van, hogy kilométer hosszú landingek vannak a SEO miatt, viszont ez miért nem működik? Azért, mert sokan egy-egy szóra SEO-znak, tehát kulcsszókutatás, egy-egy szóra, viszont a nagyokat ezzel már nem vered meg. Gondolj bele arra, hogy te mondjuk akarsz venni valami faanyagot, és kidob ki nyilván a praktikát. Miért? Mert egy csomó hivatkozás arra felé mutat, de vehetjük az ingatlan.com-ot, ugye rengeteg ingatlant árulnak ők, és rengeteg hivatkozás mutat rájuk. És ez a nagy különbség. Tehát nem elég, hogy te kulcsszóval, majd én beteszem 160 ezerszer a kis honlapomra, hogy ingatlan, és akkor biztos engem fognak választani, mert nem mutatnak rád releváns hivatkozások. Az ingatlan.com-ra például igen. Tehát te most jelenleg, ha most már seozni akarsz akár honlapodat, mert ingatlant akarsz eladni, bérbeadni, ott már csak kifejezésekkel tudsz operálni, mert a nagyokat nem tudod megverni. Képtelenség elé kerülni, esélyed sincs, maradjunk ennyibe. Ezért legyenek bizonyos kifejezések, ha mondjuk szegedi vagy, akkor a szegedi ingatlan, vagy a szegedi családi ház, teljesen arra már kevesebb mutat, ott még van mit keresni, jó, de azzal, hogy csak ingatlan vagy ingatlan bérbeadás, ezzel a szavakkal már elég nehéz előre kerülnöd, jó? Ugye előre kerülni sehova egyébként még a blogokkal lehet, az is nyilván, hogyha vannak benne hivatkozások, rád mutatnak hivatkozások, stb. De azt is folyamatos munka. Nekem eljöttet, hogy ez folyamatos munka. Jó? Tehát csak azt akarom megvillantani neked, hogy mennyi dolog, illetve az, hogyha reklámozol, ugye szeptember 19-én fogom ezt részletesen elmutogatni neked, hogy mit, hova, honnan, hová kötsz, a Facebookon is, az AdWords-on is, tehát arról szól az egész napos tanfolyam, amire te egyébként alatton tudsz jegyet vásárolni. És azt úgy érdemes megvenni egyet, hogy inkább a VIP-t venném meg, mert ők megkapják az előadás oktatóanyagát, és ott, ahol neked fontos, hogy honnan, hová kell kattintani, ott szerintem fontos lesz ez. Tehát magyarul reklámozni kell, ezt vagy a Facebookon, vagy az AdWords-en tudod megtenni. Nyilván van még néhány hely, de úgy Isten igazából ezt a kettőt nem tudod kihagyni. Oké? Mert hiába mondják azt, hogy igen, majd reklámozlak téged, és akkor az kerül mondjuk csak 2000 forintba, felteszlek a honlapomra,
Jó, az enyémet látogatják 300 000-en, oda sem tudnék feltenni senkit komolyabbak, aki reklámozni akar, és a többi is csak hasonló, tehát, és ezért pénzt kérnek, jó? Én úgy gondolom, és egyébként a szeptember 19 erről szól, hogy igaz, hogy megtanultam honlapot építeni, automatizálni, tehát hogy tőlem függetlenül tud pénzt keresni, de miért kell ezt megtenned? Azért, hogy átlásd a folyamatokat, ugyanis rengeteg marketing iroda működik, hogy ők hirdetnek neked, viszont ha te nem látod át a folyamatokat, nem látod, hogy mit akarsz, vagy mit akarsz, te igazából akkor nem is tudod, hogy mit akarsz, csak az, hogy több feliratkozót, meg több kattintást akarok, de akkor ők még vásárolnak-e, nem vásárolnak. Megnézik az ingatlanod, bérbeveszik az ingatlanod, vagy megveszik az ingatlanod. Nem biztos, oké? Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy te a folyamatokat átlássad. Nyilván az, hogy rendszereket építünk, most szerintem bele se menjünk, mert van egy ember, aki egy Almádiból írt nekem, de szerintem van valami bibije, hogy nem tudom, valami hülyeséget írt, és én visszaírtam neki is, hogy én nekem folyamatokban is rendszerekben gondolkodom, mert ez folyamatosan tud nekem pénzt termelni. És ez a lényege az egésznek, tehát nem az, hogy néha kiadok egy házat, és akkor most én vagyok az ingatlan befektető, tehát ez sem mindig működik. És nagyon érdekes, mert rengeteg ember van, akik ingatlan befektetőnek hiszik magukat, én elhiszem, hogy azok, viszont van egy-kettő, akitől én szúrópróba szerint megkérdeztem, hogy jó, és akkor mennyit hoz az ingatlan, milyen megtérülésed van, és nem tudott rá válaszolni. Tehát a befektetés valahol ott kezdődik, hogy ahogy én kezdtem, hogy az első ingatlan bérbeadással kemény 2-2,5% között kerestem, de láttam a számokat, még akkor is, ha vicces. Jó, de ezeket neked is látnod kell. És ugye pontosan ezért kell az, hogy a forgalmat oda irányítod a te honlapodra, érkeztető oldaladra, ahova éppen gondolod, de igenis oda kell neked irányítani. És azokat az embereket, akik feliratkoznak a te ingatlanodra, mert mondjuk például mondjuk én debreceni vagyok, és én mindig van három ingatlanom, amit bérbe akarok adni, oda is igenis érdemes összeütni egy-egy landinget rá, és pontosan azért, mert ott lesznek érdeklődők, akik már érdeklődtek, és csak meg kell őket szólítani. Ingyen meg tudod őket szólítani, tehát 0 forint az egész, és könnyen lehet, hogy már másnapra ki fogod adni egy nehezebb, válságosabb helyzetben, időszakban is. És ez hidd el, nagyon-nagyon fontos. Nyilván minél nagyobb a listád, ez annál könnyebb. Egy élő példa, és ja igen, és azt tudjad, hogy ami listát te felteszel a Facebookra, meg ahova akarod, ott is van ilyen lehetőség, hogyha van listád, e-mail listád, akkor fel tudod oda tölteni, az a te listád. De amit a Facebookon, a YouTube-on, bárhol építesz, az nem a te listád, hanem sok-sok-sok pénzért hirdethetsz rá. Igaz, hogy sok minden változott, én tudom, de ez akkor is így van. Jó? Tehát ez legyen tiszta, mert sok ilyen kérdés jött, hogy a Facebook lista, hogy a milyen jó most ott listát építek, nem a tiéd, arra a listára, amit te ott építesz kemény pénzért, szintén hirdethetsz rá kemény pénzért. Jó? Maradjunk ennyibe. Úgy érzed, hogy ez nem így van, akkor szerintem tévedsz, és akkor csináld a hited szerint a te dolgod, csak minél előbb rájössz erre, annál egyszerűbb az élet és könnyebb. Jó? De van a forgalom, amit nem te irányítasz egy lista építésnél. Ez nyilván, hogy véletlenül megtalál mondjuk a SEO alapján, vagy egyszerűen csak rád kavarodik valahogy, vagy látja a YouTube videómat, olvas tök véletlen a blogomat, teljesen mindegy, vagy pedig más emberek ajánlanak. Tehát, hogy mit egy előadáson valaki ajánl téged, vagy a saját honlapjánál ajánl téged. Ugye majd, hogy nem ide tartozik, bár azt te irányítod inkább az affiliate partnerség, ez Magyarországon megy, nem megy, tehát ez elég változó, de ettől függetlenül, tehát más valamelyik követőd megemlít, és pozitívan említ meg. Egyébként a negatív kritika is reklám lehet, de maradjunk annyiba, hogy mi magyarok vagyunk, és pozitív emberek, tehát pozitívan említenek meg. Illetve a harmadik a saját címlistád, tehát azt viszont építeni kell. Én csak egy egyszerű példát mondok most nektek. Feltoltam egy 5000-es címlistát a Facebookra, hogy akkor igen, meg tudom őket találni hirdetésekkel, és már le is tiltott a Facebook másnap. Jó? Tehát a Facebooknál nagyon fontos, hogy fokozatosan építs fel, mert amikor hirdetsz egy Facebookon egy AdWords-ön, ugye mondjuk 5000 forint per napot rátettem, és hú, mennyi feliratkozó jött, milyen szuper, ha azt megduplázom, általában nem a duplája jön másnap a feliratkozóknak, hanem jó esetben talán egy másfélszeres tudtam én elérni. Biztos vannak, akik ezt sokkal jobban csinálják, természetesen, de röviden ez a lényege. Jó, hogy
hogy ez így sikerült. Jó, esetleg, ha van kérdés, akkor most tegyétek fel, Léci, mert nagyjából én most ennyit akartam így elmondani. Ugye szeptember 19 nekem az, ami ténylegesen egy egész napos tréning lesz. Ott van az, hogy te egy mondatba fogalmazd meg, hogy mi a te előnyöd, mibe vagy te más, mint a piacod, mert ha megnéz egy AdWords vagy Facebook hirdetést, ott egyikén 25, a másiknál 30 karaktered van erre. Tehát ha nem tudod megragadni a másik oldal figyelmét, ugye akkor az hát nem lesz az igazi, maradjunk ennyibe. Tehát ott neked nincsen lehetőséged arra, hogy egy címsort írsz, és akkor te rizsázol magyarán szólva. A rizsára is ugye van lehetőség, azt hiszem az 90 karakter körül van az AdWords-nél is, tehát hogy nincs olyan túl sok lehetőség arra, hogy megragad másik oldal figyelmét. Jó? Tehát szeptember 19-én itt alul tudsz regisztrálni, erről lesz szó egész nap, egészen az elejétől végéig végigviszlek téged, magyarul a 0 forintból megmutatom, hogyan csinálsz egy hatalmas profitot. Úgyhogy ha van esetleg kérdésetek, akkor megválaszolom. Viszont, hogy jöttek be hozzám kérdések arra, amit hamar válaszolok most így helyből, mikor olyan segítség, kettő dolog, az egyik, hogyha kérhetem, inkább e-mailt írjatok, én megválaszolom előbb-utóbb mindegyiket, jó? Viszont amikor túl sokat kérdeztek, az nehéz válaszolni rá, azt inkább ilyen élő adásba félreteszem, és megválaszolom inkább az ilyen helyen, jó? A másik az, hogy azért nagyon nehéz válaszolni néhány kérdésre, mert nem ismerlek benneteket. Tehát a klubtagokat, akiket már ismerek egy éve, két éve, őnekik ez sokkal könnyebb, mert ismerem, hogy ő mit tud megcsinálni. Viszont ugye vadidegen emberek, hogy van 6 millió forintom, és akkor most mit vegyek, meg mit csináljak vele. Tehát nagyon nehéz, mert nem ismerem az ő képességét, és ezért kérek elnézést. Mindenkinek szoktam ötletet adni, tehát nem hagyom válasz nélkül, de higgyétek el, és ezt komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz válaszolni. Ugyanaz, amikor ugye karatéba versenyeztem, hogy nekem mondta, rúg fejbe, fejbe rúgtam ki, de hiába mondta, ha nem ismer engem az, aki mögöttem ül, hogy rúg fejbe, és közben nem tudok fejre se rúgni, akkor ugye ez lehetetlenség, tehát itt erről van szó. Jó? Mindjárt akkor közben... Ja, igen, az Ákos, hogy Győrbe keresel pont ingatlant, hogy egy vagy két lakás megvételre, egy utca 22 millió, másik 18. Elég adhok, ugye egy kis pánik is lesz majd a piacon, én azért várok most majd csökkenést is, és az emberek nem tudják hova tenni az árat, mert az egyik azt mondja, már pedig én nem engedek, mert itt ugye ezek erről szólnak, hogy 18 vagy 22 millió, már pedig én nem engedek belőle, mert én itt töltöttem a gyerekkoromat, meg az anyámnak az apja, meg az annak az anyja is itt volt, és ebből nem engedek, mert ez ennyit ér. A másik oldal meg nem annyira kötődik hozzá, sokkal könnyebben és ugye előbb enged az árból, vagy sokkal jobban kell neki a pénz valamilyen oknál fogva. Ugye ez ezért is van, de egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy árcsökkenés, legalábbis, hogy Győrről beszélek, tehát, hogy azért már szerintem tapasztalható, és én tapasztalok egy icipici pánikot is, inkább azt a bérleti piacon jobban látszik, hogy ott előbb látszanak ezek a számok, hogy mondom, elkezdtek engedni már olyan dolgokból, hogy nem csak a bérleti díjból, hanem a kaucióból is, ami egyértelműen látszik, hogy melyik célközönséget vonza be vele, és hogy mi lesz a vége. Sajnos én ezeket látom, én örülnék, hogyha esetleg ők is látnák, de ez sajnos nem. Pillanat, akkor olvasom még. Hát 22 millió panel. Igen, mert paneleknél egyébként van egy ilyen kis téveszme, valamilyen szinten eddig igaz volt, és azért mondtam most, hogy gyökeres változások lesznek, hogy a panel, most mondok egy egyszerű példát, és akkor régit, hogy 10 millió forint akkor is, ha ki van festve, és majd, hogy nem teljesen fel van újítva, és 9 és fél akkor is, hogyha totál le van élve. És én úgy gondolom, hogy ez most mindenképpen változni fog, mert ha te most előre akarsz kerülni a rangsorban, akkor neked kénytelen vagy előbb-utóbb minőséget csinálni. Én úgy gondolom egyébként, hogy ha az a panel az se áram, se víz, stb. Tehát ilyen állapotban vannak, azt ott kell hagyni. Tehát ő előbb-utóbb majd motivált lesz. Persze lehet, hogy van neki pont egy 22 millió forintos adóssága, és ezért akarja ugye ilyen sok pénzért eladni ezt az ingatlan. Tehát ilyenek vannak, tehát vannak azért téveszmék. Ezért én úgy gondolom, hogy hát a moratórium is, meg egy-két dolog előbb-utóbb ugye lecseng, és bedobjuk a farkasok közé ezeket az embereket, akkor ez lejjebb fog menni. Tehát az irreális, szerintem egy panelra 22 millió forint amúgy is irreális,
de egy kicsit, ha vársz, akkor szerint ez lejjebb fog menni. Tehát az a csempódi volt. Hát igen, mert mit a 80-as években építették, egész jó esetben, vagy 70-es évek, és akkor a csempe is akkori. Ilyenek vannak. Hát az, hogy mennyire okos dolog Ausztriában turisztikai ingatlant vásárolni, ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert gondolj bele, hogyha most én úgy hallottam, hogy márciusig azért tehát letárgyalták tehát a államok egymás között, hogy márciusig az elég nagy stop lesz, március végéig. Ezt minden hónapban be fogják egyébként jelenteni, hogy akkor stop van. Hát viszont ugye ezek a turisztikai ingatlanok most emiatt nem biztos, hogy erre fókuszálnék. Én legalábbis. Én személy szerint én nem vennék. Azt nem mondom, hogy te ne vedd, mert ha értesz hozzá, és tudsz olyat, amit én nem, akkor nyilván akkor vegyél. De én személy szerint most turisztikai ingatlanban nem mernék belefetszölni. Most lehet, hogy lesz egy ilyen jó kis egy hónapok, mint a Balatonon is volt, így a pupik van a Balaton magyarokkal, és akkor a szart is el lehet adni tulajdonképpen. És ott is voltak olyan ígéretek, hogy hú, tévé, wifi, nem tudom, mosógép, a végén, mikor oda mentek, konkrétan mondom, semmi nem volt ebből. Se wifi nem volt, anélkül még lehet élni, tévé sem volt, mosógép, tehát hogy semmi nem volt, amit ígértek. És ugye mégis ki tudták adni. Jó, tehát hogy most megint ez a 80-as évek Zimmer Ferrie van, hogy, vagy volt, de hát ugye ezt sem lehet a végtelenségig űzni. Én még mindig úgy gondolom egyébként, hogy valamilyen szinten kénytelen vagy a másik oldalnak valamilyen szinten minőséget adni. Legalábbis, ha tudod, hogy ki a célcsoportod, akkor őnekik igenis minőséget kell adnod, ez máshogy nem fog működni, mert oda sem fognak menni az emberek, jó? Tehát én úgy gondolom, itt rövidre lefordítva, hogy én nem mernék most turisztikai ingatlanba tenni. Ezt el kell dönteni, nem ismerem annyira azt a környéket sem, de Ausztria, ha most ez a stop meg lesz március 31-ig, azért a síszezont azt eléggé hazavágja, az pedig Ausztriának az egyik jó kis bevételi forrása a turisztikának, és ugye azért ott is van egy közel egy olyan, hát ezt inkább a Parajd István tudná megmondani, hogy egy ilyen 4-5-6 hónapos, hát egy 4-5 hónapos szezon is lehet, ha minden klapfol, hanem akkor 3 hónap, tehát ezeket én most meggondolnám. Itt az a kérdés, hogy a magyar nagyvárosokban a stúdió lakásoknak lesz egy jövő 5-10 éves távon. Én úgy gondolom egyébként, hogy igen, ugyanis ez a szingliség már egyre nagyobb divat. És ugye akkor sem adják el a lakást, ha összeköltöznek, nagyon ritka, megtartja mindegyik a saját kis, hogy mondjam neked, hát magánszféráját, vagy hogy mondjam, nem akarok csúnyán fogalmazni, és megtartja, én szerintem, én igen, tehát ezeknek a kisebb lakásoknak pont a szingliség miatt, egy bezzeg az én időm, de amikor fiatal voltam, hú, hát gyereket szült, és nincsen férje, ugye, most meg igazából nem probléma abszolút, tehát átalakult ez a világ egy ilyen 100 év alatt, ugye. Jó, úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy abba könnyedén mernék tenni, viszont ha jobb hatásfokot akarsz elérni, én akkor azt csinálnám egész konkrétan, hogy vennék inkább nagyobb lakást, lehet egy ilyen belváros, hogy 80-100 négyzetméter, vagy 60, teljesen mindegy, és felosztanám kisebb ingatlanokra, és azt adnám bérbe, ha bérbeadással akarok foglalkozni, és abba, mert nagyobb megtérülést el tudsz érni vele. Jó? Ezt nyilván el kell dönteni, hogy mert egy kicsi lakás, ha nézitek, relatíve mindig drágább, sokkal drágább, majdnem másfélszer viszonyítva az arányokat nézzük most, mint hogyha vesz egy nagyobb lakást, és nagyon sokan csinálták azt, akár Airbnb-nél is, hogy vettek egy nagyobbat, felosztották 2-3 részre, és sokkal nagyobb megtérülést tudtak vele elérni. Én ezt javaslom neked is, mert relatíve a nagyobb ingatlanok még mindig olcsóbbak. Ez ilyen a piac. Pillanat az, hogy Budapesten gondolkodom abban, hogy kertes házas övezetben lakható tégla melléképületet vásárolnék, telek megosztással, ilyennel találkoztam már. Igen, ez is jó ötlet, a családban is volt nekünk olyan, aki vett egy hatalmas telekkel egy családi házat, hát ráadásul kisajátították egyébként az állam, köztük, mert arra ment egy út, ezért néha érdemes nézni, hogy mit lehet csinálni ott és mit nem. És vissza is kapta a házárát tulajdonképpen. Ezekben telek megosztásokban volt egy ilyen egésznapos előadásom, ugye különböző ingatlan típusok és megtérülése. A telek megosztás az egyik olyan potenciál, amivel bármilyen irányba tudsz pénzt keresni, tehát akár egy válság alatt is, mert ha az a telek olyan, megvan az utcafront nyilván, vagy hátul van, is van egy utca, és meg tudod osztani, akkor azzal tulajdonképpen vissza tudod hozni
tehát az ingatlanod árát. Van is egy ilyen klubtagunk, aki ezt konkrétan el is mesélte, hogy megvette egy telket ennyiért, bevonzott, vagy hát behozott ugye egy befektetőt, és már vissza is kapta vastagon a telek árát, és akkor 50% tulajdonjogért. Jó? Tehát, hogy ezeket meg lehet csinálni. A telek megosztás egyébként úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, meg az ingatlanok megosztása, átminősítése, mert amikor nem tudod, hogy merre megy a piac, vagy lefelé megy a piac, és te mostanában akarsz lenni, akkor ebben van hatalmas potenciál, akár minimum 30, de akár 50-100% is lehet, és ha abba gondolkozol, hogy veszel egy ingatlant, és azt megtartod, és majd 100 év múlva eladod, és nem érdekes, akkor oké. Ha viszont adni-venni akarod az ingatlan mondjuk ilyen fél egyéves átfutással, akkor ezekben azért érdemes gondolkodni, mert ebben van akkora profit tartalom, hogyha kicsit lejjebb megy az ingatlan piac, és korrigálja mondjuk akár egy 10%-ot, akkor te ebből még mindig tudsz, tehát még mindig van hasznod. Jó? Tehát ezekben nagyon-nagyon el kell gondolkodni, és érdemes ezekkel, tehát ezeket a dolgokat emiatt kiszámolni, és ebben a háromban van most, én úgy gondolom, hogy lehetőség, úgyhogy ha javasolhatom, ez nagyon jó ötletnek tartom, de akkor nézd meg ott az utcafronti szabály, mert valahol 12 méter, valahol 18 méter, azt meg kell nézni a helyi szabályzóba, hogy hol lehet megosztani a telket, és akkor egy jó irány lehet. És itt tulajdonképpen azért is jó irány, mert itt teremted a pénzt. Ugye ne felejtsük el, amikor mondom, hogy ingatlannal 50-100%-ot értem el, vagy még többet, azért, mert nem keresem a pénzt, hogy eladom, és 10%-ért többért felújítom, és 10%-ért többért eladom, ezt rosszul mondtam, tehát megveszem az ingatlan, felújítom, plusz 10%-on eladom, itt keresem a pénzt. De amikor telket osztasz, meg ott teremted, mert ott volt előtted a lehetőség, ezt más nem vette észre, teremtettél egy csomó pénzt, és már az a tiéd, jó? Tehát amikor valaki hasonlítja az ingatlant és a banki kamatokat, akkor azért vicces ez az én számomra, mert ők keresik a pénzt. Ha keresni akarod, akkor jó az az 5% egyébként, meg a 10 is. Ha teremted a pénzt, akkor meg vicces. Jó, tehát mindössze ennyi. Akkor a budapesti piacon is szerintem mindenhol, ugye azért érdemes nézni, mert ha a piac beszűkülés és visszaesik például az autóipar, az azért a pesti cégekre is hatással van. Azért ne felejtsük el, hogy lehet, hogy most az Audi itt van, a BMW ott, a Suzuki, meg az Opel, meg az összes többi. Más városban van, de beszállítók, ugye nem csak Győrben van beszállítója, hanem van sokkal messzebbről is. És ugye amikor nézzük meg, amikor az Audi leszokott állni nyáron, és közé teszik a különböző statisztikai adatokat, akkor azt látni ilyenkor, hogy bizony megérzi. Tehát pár százalékkal kevesebb a különböző mutató, ugye, amiket közé tesznek, csak azért, mert leállnak és elmennek mondjuk nyaralni egy hónapra. Jó? Tehát úgy gondolom, hogy a pestire mindegyikre hatással lesz. Nyilván Pesten is vannak olyan kerületek, legyen mondjuk akár a Rózsadeum, ahol kevésbé fogod érezni, mert ugye ott van pénz. Tehát amikor te egy ingatlan piacon visszaesést fogsz tapasztalni, az mindig az olcsóbb, mondjuk én azt mondom, úgy lőném be most, hogy inkább az ilyen 50 millió alatti kategória érzi meg először. Oké? Okay? Tehát, hogy nem mindjárt a 2 milliárdos ingatlan érzi meg, hanem inkább, hát ez törvényszerű, jó? Tehát, hogy ott is meg fogjátok szerintem érezni Pesten is. A jobb és frekventáltabb helyeken nyilván később. Jó, ezt azért tudni kell. Bocs, csak állít a kezem. Tehát azon tudni kell, hogy ott azért később érezni meg. Tehát Győrnek is vannak egyes kerületei nyilván, ahol sokkal később, vagy lehet, hogy egyáltalán nem lesz az a fajta csökkenés, mert nem az az árkategória. Meg azt nem is követik figyelemmel általában a statisztikák se, hogy most eladtak egy 1,5 milliárdért egy ingatlant, mert ugye a statisztikában ez nagyon pici pont. Viszont az átlag ingatlan egy olyan, mondom én inkább ezt 50 millió forintra taksálnám, hogy ott én úgy gondolom, hogy érezhető lesz. Jó, Váci ingatlanai. Igen, tehát ugye az ingatlan piacot befolyásolja elég erősen, ezt a Váci példa is jó példa erre, hogy van munka lehetőség. Ha ez most éppen nem az autóipar, hanem mondjuk akár a vegyipar, vagy bármilyen más olyan ipar, ami előre mutat, akkor ott igenis ott lehet akár még növekedés is, de alapvetően én azért esésre számítanék. Most valamennyi korrekcióra mindenképpen. Jó? Esetleg van egy kérdés, amit feltennétek, mert ha nem, akkor nagyjából én ennyit szántam. Inkább azt mondom, hogy
hogy azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy változás várható, és ez a 24. óra arra, hogy te egy digitális lábat kinövesz, ha nem teszed, könnye lehet, hogy tehát nem fogsz jól járni. Jó? Tehát, hogy maradjunk ennyibe. Esetleg van-e valamilyen kérdés, ami még bennetek maradt, mert ha nem, akkor búcsúzom. Szeptember 19-én online tréning lesz egésznapos, ezeket fogom taglalni, és azt, hogy pontosan mit, hogyan csinálj, honnan, hová kattintsál, hogyan tudsz abban a helyzetben igazából profitot elérni, profitot realizálni, és te magad is nagyon sok mindent meg tudsz csinálni, mert ha te magad nem látod át a saját folyamataidat, hogyan adsz el, hogyan adsz bérbe, mit csinálsz a vevővel, amikor megjelenik nálad, ez nincsen benned felépítve, akkor én úgy gondolom, hogy hát a te kis vállalkozásod, befektetésed sajnos a háttérbe fog szorulni. És te magad is. Jó? Akkor a legjobbakat kívánom mindenkinek. Megjelent a harmadik könyvem is. Vegyétek, ha szeretnétek olvasni még az ingatlanokról, és találkozunk. Egy hónapban egyet mindenképpen tartok, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Sziasztok!